Kedves nézőink, újra itt vagyunk a Nyíregyházi állatpark bambusz éttermébe. Kicsit a tél megviselünk mind a kettőnket, mert kollégámnak is vett egy új búsosikot. Nem, motort vettem, csak motort a búsosikat hozzáraktam. Tél kicsit megviselünk, de hát majd nyáron letornázok, ha minden igaz. Azért el kell mondani, hogy hozzájött egy ilyen 4 hetes kimaradás, mármint az aktív sportéletből. Ez egy csúnya vádli szakadás volt. Ezt kaptam már. Én így sajnáltam. Így van, szurkod nekem mindenkit. De bejött dolgozni, úgyhogy nem volt különösebb probléma. Beszélj már arról, amit főzni akarsz. Én? Hát akkor a rezsó. Csak beszélek róla, jó? Jó, akkor csak beszélj. Nálunk gáz főz nálunk. A mai alkalommal közkívánatra egy nyírségomot is fogunk főzni. Ez egy borzasztóan egyszerű étel, és nagyon-nagyon finom, gyorsan érkeztő étel. Ezzel szeretnék a nézőket meglepni. A kollégámmal ugye készíti össze a borjúgus lágja kockára. Ha sikerül neki. Hát hozzáteszünk azért egy kis akaratot, erős akaratot. Picik is hajat teszek fel, ilyen melegedni. És akkor most mosom meg a húst, vagy nem mosom meg a húst? Ez a hús már meg van mosva, de ugye ez a legújabb trendu, vagy szokás, vagy trendu. Nem tudja, hogy a húst nem kell megmosni. Mi a húst mindig megmossuk. És én megint készültem magamnak valamivel, meg a kollégám nem látta. Tengeri sóval. Tenger is van. Teszem, mert elveszi tőlem, és nem tudok sózni. Nem tudok sózni akkor, úgyhogy. Te figyelj, lassan melegszik. Lassan melegszik. Égy a gáz. Gáz van, zsanál, van gáz. Figyelj. Lehúzza zsanál, nem leszek olyan szép. Feketének fekete. Hogy kész ez a gombóc leves? Nem, egyáltalán, hogy keletkezett ez a leves? Talán neked könnyebb elmondani, mert az egyik alkotója, mindig vagy alkotója azt mondják, hogy nyírségi gombóc, ez nyírségi leves. Ez a leves, ez nem nyírségi gombóc, nincs közel sem nyírséghez. Ezt kitalálták Pestén, ez egy kitalált rakodvány név, ez a nyírségi gombóc leves. Ugye borjós kockára, majd ugye a zöldségfélét batonokként vágni bele. De ugye azért nem szeretjük ezt főzni, mert nehéz a leves melegíteni akkor, hanem még most kocka a műsor idő rövidsége miatt még bár nem szeretünk, de most mindegy zöldséggel fogunk dolgozni. Itt kellene 3 szelet kenyér, ez a sok vagy itt hellovad, akkor legyen mivel belekenni. Hát, azért tedd vissza. Nem, csak mondom, hogy itt pazarékolunk ezzel a drága ráma szemével. És akkor a zsiradékhoz a kis pusika. Megsózzuk. Várjunk először. Fehéredjen meg a husi. Ugye erre azt utána szokták mondani, hogy a nyírségi gombócleves, van egy jellegzetes betét hozzá. A burgonya gombóc. Burgonya gombóc. Mindig azt kérdezik, hogy készül ez a burgonya gombóc? Hát mi nagyon egyszerűen, sima főtát. Nekem egyszerű neki. Főtát tört burgonya, amit kihűtünk. Még kell kihűteni. Mert melegen 2-szer annyi lisztet fog felvenni, és olyan kemény lesz, hogy lehet. És nem kumri gombóc, hanem lisztgombóc lesz. Láptangózni lehet lesz vele. Ehhez kell egy tojás, de én inkább csak a tojás sárgáját fogom beletenni, mert ez mennyiségben viszonylag kevés. Sóztatok már? Már fejre is sóztatok már? Sóztatok már fejbe? Nem kell fejbe sózni. Már fejre most lehet lassan sózni. De hogy is, még az milyen? Az még majdnem. Már halvány fehér. Halvány fehér, így van. De fehér legyen ki rendesen. Azt mondja, kell hozzá némi fehérbors. Egy csipet só. Elkészül a... Show! Mi falottam, show! Ebbe kellett a só, nem abba, ebbe kellett na, mindegy most már. Most már akkor mindegy. Várja, dolgozunk keresztbe. Mindegy kell egy pici petrezsényemződ. A többi ne pocsikom, ezt kell disztányos keresztbe. Visszaadom. 1, 2, 3. Figyelj. Elég volt. Közben összeágom gombát. És finom alágott petrezsényemzőt teszünk hozzá. Az ízét biztos nem fogja elrontani. És akkor, amit nem szoktunk elmondani, miért is ezért tanulunk, nem? Kevés olajat teszünk még hozzá, a burgonyához is, és akkor a liszt a másik oldalról. Tehetünk bele. Meleg a füle. Melyik füle? Az egyik füle. Az edényei. És akkor tetszés szerint vagy kanállal, vagy fakanállal, vagy kézzel. Hát akkor fogjuk ezt a műanyag kanalat, és összeállítjuk a tésztát. A végén úgyis kézzel kell ezt kidolgozni, mert műanyag kanál nem biztos, hogy képes lesz rá. Őrölt bors. Levesbe. És akkor most mire készüljünk most? Mire készülünk? Kedves nézőknek mondjuk, kedves nézőnk el. Mire készülünk? Hát majd kitállalni ezt a levest. Mestervacsora. Jaj, mestervacsorára is készülünk. Megbeszéltük vele. Persze, persze. Hát ez a korraljá már tetszik tudni.
az ember sok mindent elfelejt. Na, itt az úr, ez az a rész, ahol elfogyott a fakanál. Meg a tudománya. Finnetők ezzel kell a nyers erő. Ez a kis gyengé borjós hamar meg puhult. Teszünk hozzá egy kis petrezselyem kockát. Egy kis sárgrépát. Én igazán azt mindenki aztán a kertben szeret friss zöldségbe készítsék ezt a legjobb levest. Akkor van igazán jó íze. Kicsi. Elkészült a tésztánk, lepirult. Kellemes kis... Te, bele is ment azért. Burgonyagom, bele ment, bele is. Nem igen. Olyan sok. Hát végül is azzal semmi gond. Na majd a szaggatás lesz még egy érdekes. Kirisztezünk egy tálcát, egy műanyag tálcát, vagy egy ez meg nagyobb tányért. Ezt a szépen összeállított kis gombócot. Amolyan kis egyszerű technikával csípjük, tekerjük módszerre. Kedvesek, nagyon fontos az, hogy a legyen kívül a burgonya kihulve, mert akkor kevés rész kell hozzá, és akkor igazi gombrogombot fogunk kapni belőle. Ilyen ha pici kis akkor fogunk belőle gyártani. Nem sokat, körülbelül 100-at kell abba a kis leveskébe bele. Erőszakon. Kiszámolja. 13, 20, 22. Na, mestervacsora, hogy még a levesről beszéljünk mestervacsoráról. Mestervacsoráról? Persze lesz, az is mestervacsora. Március. 25. Nyírtas. A pálinka házban lesz egy nagyszabású vacsorestünk, ahol mindenkit szeretettel várunk. Ilyen 230 fő körül gondoltuk, ez egy 5 fogás vacsora lesz. 5, 6, 7? Hát a fogás, 5 lesz a fogás, de érkezéskor lesz olyan, hogy... Meglepetés? Libamáj fagylalt, robbanócukorkával, vagy szalonahóval. Igen. Pálinka kóstolás. Az is meglepetés? Igen, hogy kap vagy nem kap, az lesz meg. Ja, az lesz a meglepetés. És még sorba kell állni, hogy kapja. Ha majd meglátjuk a édes, akik elég meglátják ezt. Utána lesz egy makaron nevű vendégáró falatka. Ez asztalon lesz elhelyezve, hogy a kedves vendég eljön és még markozik, és azt elfogyaszt a szívesen. Hát nem unatkozom, ha már eljön. Picik is mivel lesz? Milyen mustára lesz? Milyen mustára? Nem, mi majonéz? Majonéz lesz hozzá? Majonéz lesz hozzá. Majonéz wasabi, az biztos, hogy lesz hozzá. Wasabi, ez biztos lesz hozzá, ezt tudni. Az előétel meg valami tintahal is lesz benne, azt már el tudjuk árulni. Az előételből mit mondjunk-e? Miből fog állni csak annyit? Érlelt csonka. Igen, lazac több színben. Lazac. Elég ebből. Elég ennyi egyelőre. Lesz egy nagyon finom paradicsom konszumé. Igen. Ami teljesen átlátszó leves. És mégis paradicsom. És mégis paradicsom lesz, igen. Lesz bele céklás húsgolyó. Igen. Bazsalikmos spagetti. Igen. Ennyi. Meg sajt, de azt majd nem mondjuk el. Lesz majd még. Így van. Meleg előételnek akarunk egy hagyományos étel, ugye a tojásos galuska ismét meg fog jelenni. Nyúlva a tojásos galuskával, de teljesen ugye újra gondolva a mai rend szerint. A főétel. Ehhez lesz tejföl, hab lesz hozzá, ha nem is főétel, jön egy szorbé. Igen. Azt mi sem tudom, hogy milyen szabály lesz, mert a ház... Ez olyan meglepetés lesz, hogy... Ezt a pálinka háznak a dolgozói fogja készíteni. Ez egy ilyen füstölős meg száraz éges, füstöl, hasonló... Füstöl, tehát száraz éggel lesz készítve. A valószínű, szorbi. Igen, ott helyben. Így van. És akkor a főétel meg... Így van. A főétel meg nyak. Nyak. Polip. Polip. De milyen nyak? Csak nyak. Nyak. Mik a nyak? Borjú bríz. Borjú bríz. Bogonya variáció. Így van, cigány burka, többet. Meg ilyesmi. Nem mondunk a többet róla. És a desszert meg egy nagyon csalásan kreáció lesz. Én már láttam a rajzát, csak a rajzát, mert nem készült az étel, még nem készült meg, nem lehet összepakolva, különkülön elkészült már. Az lesz, lesz fekete kávé, megint pálinka. Ja, és minden ételhez lesz bor. Bor. Minden ételhez bor fogunk kínálni a kedves vendégeknek. Igen. És ki lehet a vendég? Hát aki eljön, aki jelentkezik, aki eljön erre a rendezvényre. Igen, és ez egy nagyszerű rendezvény lesz. Jegyet? Tudni kell erről a rendezvényről, hogy az országban két ilyen rendezvény van csak. Egyik az Országos Szövetségek rendezvénye, ami az idén Hévízen volt, és mi Szabolcsiak és csináljuk csak, mi ezt a rendezvény csak, senki más nem ezt csinálja. Ez körülbelül hány éve? Még 10? Hát 11. ha jól tudom már ez a rendezvény. 12. meg 2005-ben kezdtük. Igen, mindig más helyen vagyunk. Most ez a szép házat sikerült megkérni, hogy fogadjanak minket. És reméljük, hogy jó esélyt fogunk a nézőknek. Na. Tessék. Hány darab? Na jó, elég. 73 és fél. Ez elég. A fél benne itt.
elég. Ah, a fő. Tessék, mondhatom még egyszer, tényleg 73 is fél, az a picik ott a fő. Matematikus volt kiskorában. Matematikus is volt kiskorában. Igen, össze kellett adni, hogy két csomag szaloncukorból mennyit tudok megenni, úgyhogy ne vegyék észre. Na? Hát mindet. 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 És akkor mire fogunk tálalni? Még az, hogy még nem főtt meg semmi, de mit szeretnék kóstolni? Én? Hát nekem családom van, drága. Bár szokták mondani, hogy ilyenkor nem családnak kellene, hanem biztosításnak, mert az a biztos, arra fizet a biztosító. Figyelj ide! Igen? Kis fehérbost tegyünk bele. Ha, meg is sót. Igen, és miért ezzel a fakanál a főző? Mert én ezt nem tudom. Tehát... Összekevertem a kettőt, tudod. Kevertük, persze. Fehér borsot hozzá légy szíves bele? Fehér borsot. Itt a fakanál. Fehér borsot szeretnél bele? Nem fogsz mosogatni? Litros hát, mennyit szeretnél az egészet, vagy csak egy kis annak részét? A felét maximum lehet tenni. Fehér borsot is tettünk bele, igen. Só van benne. Jó. Igen. Csillit, mert a szerettél 7 karikával, vagy 8-al szoktál? Egy kicsit jött egyet bele. Fiúk, ugye, fiúk szeretik a csípőst, azt mondták. Bologatnak itt a kamera, mert mind bologott, hogy nagyon szeretik a csípőst. Igen, nézd meg, hogy mondjuk. Jó. Én szeretik, na. Hát innentől kezdve ezt úgy fogjuk hívni, hogy ilyen szellemgyúz, vagy pszichogyúznak fogjuk igazán elnevezni. Kavarjuk. És akkor még mi hiányzik belőle? A fél. A fél. Nagyon jó. Sűrítés hozzá? Hát ugye igazság szerint ezt a levest legjobban montírozik el. Ugye legjobban azt jelenti, hogy tejszint tojássággal összekeverni, és hozzáadni az ételt hozzáönteni. Ugye ez van benne a szakkönyvben. De gyakorlatilag látom, úgy tudjuk legírozni, hogy csak tejszint legírozzunk az ételt, mert akkor a levest újra fel lehet főzni. Hogyha a legjobbzott levest 70 fok nem szabad legíteni, mert a tojássága kicsapódik benne. Fül. Még egy kis petrezsémzöldet csak vágni. Hú, azon gondolkodtam rajta, hogy valami hiányzik belőle. Igen, hát belőle nem, majd a tetejéről fog hiányozni. De belőle is, bele is mehet. Nem is olyan régen, volt egy nagyon jó. Egy pici kis fülegesen általános készítek hozzá szerintem, nem? Fogsz tudni? Fog menni? Oké, másodszor biztos. Írjuk be a Google-ba, hogy kell készíteni? Másodszor biztosan. A Google megmondja. Először nem is, de másodszor biztosan fog sikerülni. Hoppa! Tessék, fog sikerülni. Sikerül. Melyik gáz, melyik? Melyik gáz ég? Hát amiket meggyújtották. Ez meg már fut. Látod? Ajtó bezárt, fut a leves. Fut a leves. Szóval nem is olyan régen élt egy nagyon kellemes meglepetés. De ott is van még előtted ház, ne válogass. Én kell mosogatni. Ja, te is mosogatsz, jó. Egy nagyon kellemes meglepetés ért minket. Nem hazánk területén, oda jött hozzánk egy kedves úriember, és azt mondta, hogy ha, kifőzte! Mondom, igen, de most mi ebben a gond? Azt mondja, hát maguk csinálják a kifőztét, mondom. Így van, drágom, esetleg tudunk valamilyen segíteni? Azt mondja, nem, de én nézem. Ebben a lényeg az lett volna, hogy a határon túl is nézik ezt a műsort, már ahol lehet fogni. Úgyhogy köszönjük szépen a jó leső észrevétel. Dagadt a melyünk, de nem csak a hasunk, a melyik biztos. Kizagadt. Hát a hasunk az már eleve, de most már kis motort kell lesz hozzávenni. És akkor a tejszint nem fogjuk bele? Majd belöntjük, hogyha a rántással ezt megoldjuk. Rántással meg. Hogy fogjuk megoldani a rántással? Na? Ha meglátod. Ez ilyen egyszerű rántás lesz, vagy csak valami nagyon érdekes rántás lesz? Pici kis folyékos rántást teszünk csak bele. Ugye tudjuk, kedves nézőink, hogy a hígrántás jobban sűrít, mint a sűrrántás. Ugye azt úgy tanultuk, hogy a melegrántást hideg vízzel, hidegrántást kikarjuk meleg vízzel. Most mi nem fogjuk kikar a rántást, hanem így hozzá fogjuk adni a leveshez. És ügyesek vagyunk, akkor ez nem lesz csomós. Már pedig lenne, azok vagyunk. Akkor ez nem minden esetben. Nem lesz csomós ez a leves. Kiforraljuk, igen. Tányérkát merőkanalat előhelyeztem, amit előtérbe helyeztem. Hát nem, hogy ide tellaljunk, csak ide tellaljunk a világ, lássa a kamerát. És akkor a tejszín hogy fog belekerülni, még azt kellene elmagyarázni a kedves hát vendégeknek. Hát beleöntjük egyszerűen, beleöntjük. Beleöntjük a tejszínt. Hát igen, nem csak mi növényi tejszínt fogunk használni. Igen, nekünk könnyű dolgunk van. Tehát erről tudni kell, hogyha állati eredetűvel dolgozunk, azért az tőkiegyenlítése valamilyen szinten. Nagyon ritka már az, mert nagyon drága. Ez sem egy olcsó, viszont ezzel könnyű dolgozni. Kifő fel, fő ízesítés, és citromlé. Show. Show, citromlé. De meg se kóstoltad, mert teszel bele mindent. Akkor is show. Show. Na, kedves nézőjük. Tehát innentől kezdve most már lehet céklaételt is kóstolni. Ezért kapcsoljunk valamit, mert így nem lesz kész. Ez az vangázs, van-e? Tegyél még show.
Végre! Showd bele! Végre! Showd bele! X-adik adásra elmondani, hogy showzzak valamit. Hát jó, én szívesen teszem ezt a showzást. Jó. Valami díszítésszerűt is rakjunk össze. Ez azért vágtam, nem tudom elvágni, azért vágtak elő. Ja, nem tudom elvágni, azt hitted? Na, így van. Mit nem tudok elvágni, drága? Kis ujjamat, az bármikor. Deszkát. A deszkát, azt viszont nem szeretném. Na. Nézzük, mit tudunk ebből összerakni. Állítólag mindent. Pici kis éket, ha várunk a citromba, ezt a zöld levelet nagyon egyszerűen bele lehet tuszakolni. Tuszakoljál, jó? Várjál, már legyek olyan tényleg olyan. Csak így tálalk, most már rakjál bele levet is akkor, jó? Nem akarom, hogy lássak le ennek a kedves nézők, mi van benne. Na. Hát látják, citrom, petrezselyemzőt, zöldborsó, kis sárgarépa, kedves nézőink, kis borjús, gomba, tejszín. Elkészült. Hallgass már. Hallgassunk el. Mondjad. Ehhez pedig jó étvágyat. Kívánunk.